Sziasztok, kedves nézők, köszöntelek benneteket, az M3 Autópark Home Office stúdiójában vagyunk, a kedves és jó alakú szőke Lola kolléganőmmel, aki látjátok, mint maszkban van, én úgy látom, nagyon nagy szerencsére van nálam készfertőtlenítő is, mert az fő a biztonság, ugye, úgyhogy a kis rendben van, és akkor most kezdődhet így a videó, teljesen sterilek vagyunk, úgyhogy nézzetek meg az autónkat. Az autó az nem steril, összefogdostuk már, de természetesen nagyon szép tiszta az autó, kellemes illat van benne, és egy 2005-ös Skoda Fabiát fogunk megnézni, egy benzingázüzemit, amiben 282 ezer kilométer került bele az évek hosszú sora óta, olyan hosszú óta, hogy ugye ez egy 2005 novemberi magyarországi autó, magyar szervizkönyve van, mint látjátok, itt van mellettem az összes kis paksaméta, itt a szervizkönyv, az első gazda végig márka szervizbe hordta, ez itt a szervizkönyvben majd ugye megtekinthető. A másik gazdája, aki volt, az elég sokat ment vele, ezért begázosította, úgyhogy egy benzingázos autóba ülünk, nagyon kellemes, jó fogyasztása van, és ugye 195 forint a gáz, éppen most tankoltam bele, hogy teszteljem az autónak ezen részét is. Az előző kilométerről állásokat látjátok, ugye, ami ugye biztosítottá teszi azt, hogy ugye nekünk biztos, hogy ennyi kilométer van ebben az autóban. 2022. harmadikó 3x szól a műszakia, azaz ugye most visszakizett a kocsi, vadonatúj, garanciás akkumulátor van benne, és itt van a kis gázpapírocskája, már is megmutatjuk Lolával, ugye. Most történt ez is, és akkor itt van a forgalmi engedélye, látjátok a rendszámot, le lehet kérni az ügyfélkapun, abszolút garantált kilométer futású autó, ami most műszakizott, ugye 64 lóerős a 1.2-es benzinmotorunk, nagyon csendes és nagyon finoman jár a motor benne, nagyon jól lehet vele kocsikázni különben, nagyon csendes, le is állítom és újraindítjuk, tehát gyújtásra tettük, elforgatjuk a kulcsot, kiaszik a légzsák, olajnyomás, töltési jelző, mindenki aludt, tehát tökéletesen hibátlan üzemel az autó, adok egy kis gázt neki, nagyon finoman megy, és itt van a kis visszajelző, látjátok, az autónak ez a gáz-benzin üzemű visszajelzője, most villog ez a gáz rajta, de majd mindenféle beavatkozás nélkül fogja magát és át fog kapcsolni gázüzemre. Ez teljesen automattán teszi, nem kell vele abszolút foglalkozni, ha van benne gáz, már pedig nem van benne, ezt ki is fogjuk próbálni, tesztelni fogjuk, majd egy pár percet megyünk ezzel az autóval, és akkor meg tudjuk nézni, hogy hogy is ketyerészik. Nem veszünk észre különben semmit se belőle, csak azt, hogy ugye majd kevesebbe fog kerülni majd a tankolás. Aztán ki is tudjuk próbálni az ablakokat, kedves Lola, kérlek szépen a jobb oldali ablakot. Köszönöm, kérlek a bal oldali ablakot. Az is működik benne, és akkor megkérjük azt is, hogy csavarja fel egy kicsit a hangerőt, nekünk van itt egy jó kis pálnyér rádió. A gyilkost a járőrök a helyszínen őrizetbe vették. Tessék, nincs zene, sajnálom, most éppen gyilkosság van. Az autónkban 5 sebességes a kéziváltó, ugye a szervó kormányunk van, ami légzsákos is, és ez állítható magasságú. Ott alulról van egy ilyen kis kallantyú, ezt le kell nyitnunk, és akkor lehet ugye leföl megy a kormányoszlopunk. Tehát az ablakokat kipróbáltuk, láttuk, hogy indul, üzemel, rendesen működik a kocsi. Nézzük meg a hátsó részt is. Nagyon szép, tiszta, kellemes az illat az autóban. Itt kézzel tudjuk tekergetni az ablakokat. Ez egy 5-ajtós Fabia, hogyha egy kicsit távolabbról is meg akarjátok nézni, már mutatom is. Nagyon jó minőségű Firestone gumik vannak rajta. Nézegettem az éveletet, azt hiszem egy vagy két éves a gumi rajta, és hát látszik is, hogy ugye abszolút kopásmentes. Van egy vonóhorog itt hátul, lehet ráakaszgatni az utánfutót. Itt a csomagtartót pedig, ha kinyitjuk, akkor van itt egy jó kis sövényvágó, de ez az enyém, mert most éppen sövényt fogunk vágni a Lolával, és a srácokkal segíteni fognak. A pótkerék alatta van, jobban mondva a pótkerék tartályban alatta, még mielőtt valaki ezt fel akarná szerelni. Tehát itt van a kis gáztartálya, ide kell ugye
betankolnunk a dolgokat. Mindjárt megmutatom, hogy honnan megy bele, hol lehet tankolni, ugye. És rendben van minden, szép tiszta a kocsi. Megy a rendszámtáló világítás, és világít rajta a helyzetjelző is. Na és akkor ide, ha lehajulunk, akkor itt van ez a kis gáztankoló. Ezt kitekerjük. Ide rácsatlakozik a benzinkutas szaki, és már megy is bele a 195 forintos gáz. Visszatekerjük, és lusgyi mehetünk is vele. Nézzük egy kicsit meg kívülről ezt a jobb oldalát is. A szélvédő tökéletes, üvegezésre oldal tökéletes. Nincs rajta kavicssérülés, lámpái tiszták, látjátok, áttetsző mindegyik, világít a helyzetjelző, a világítás. Kicsit bevezetjük a motortérbe. Itt a vadonatúj akkumulátor, most került bele. Folyadék szinte rendben vannak. Itt a jobb oldali oszlopon a korony tetejében van beütve a alvásszám, ugye. De nagyon csendes különben, és meglepően jól megy különben. Tehát az ilyen alsó fordulatszám tartományokban meglódul a kiskocsi, és nagyon szépen megy. Itt a gázreduktor, fékfolyadék tartály, egészséges az autó. És a szaki, aki volt, itt látszik, hogy karbantartásról ezek is ellenőrző dolgokat beletett, tehát itt egy 230-as, aztán egy 259-es, ilyen 30 ezreket ment vele, 19.6. Ilyen 275, most meg 282 van benne, azt hiszem. Úgyhogy tényleg rendbe tartott a gazdája, nem kopog, nem zörög az autó, nagyon jól húz, egyenesen megy a kocsi, nagyon jó vele autózni, tényleg élmény volt vele menni, és mondom, tehát ezzel a kis gázfogyasztásával, ami ugye kis csekéke, tehát egy kétharmada ugye a benzinfogyasztásnak költségekbe, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy aki megveszi, az jól fog vele járni, egy jó kis tágas kocsi, még egy sövényvágó is elfér benne. Ennek nem fog nekimálni egyáltalán, mert ez túl nagy sövény nekem, ez egy túl nagy falat lenne. Inkább otthon azt a kis mini sövényemet majd levágom. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ne felejtsétek el a végére egy ilyen kis jelet nyomni, amit nagyon megköszönök nektek. Tartsatok velünk máskor is, és ne menjetek messzire. Bele fogunk ülni mindjárt kedves Lolával, és már is megyünk egy kis rövid próbautat vele. Ti is lássátok, halljátok, hogy nagyon jól megy ez a kiskocsi. Itt az országúton, vagy itt a mellékutcákban, meg a fekvő rendőröket is jól fogja venni. Úgyhogy el is köszönök, mindenféleképpen maradjatok velünk, viszont látásra, legyetek jók, tartsatok be higiéniás szabályokat, fújjátok le a kezeteket megfelelő mennyiségű és minőségű alkohollal, viszont látásra, sziasztok!